Európában egyedülállóan premierrel tért vissza a koronavírus miatti leállás után a Miskolci Nemzeti. A Teátrum nyári színházában 200-an nézhették meg a premiért, de plusz egy főnek megérkezett egy igazi nyári vihar is a bemutatóra. Viharos házasságokkal és a belső feszültségekhez passzoló viharos időjárással tért vissza a Miskolci színházi világ. A Francia Rúdugrás című kortárs magyar vígjátékkal köszöntötték újra a miskolciakat. Ez egy elmaradt, most nem azt mondom, hogy a tavalyi évad, mert elvileg még tart az idei évad, de ez a bemutató elmaradt, tehát nem került be a programba, a bérletbe, tehát ez elmaradt. Ez most így hirtelen, egy már lassan teljesen szokatlan, tehát nyári időpontban lesz. Töprengtem ezen én is, ez megjósolhatatlan, hogy milyen bátorsággal tudnak a nézők visszajönni, mert biztos van, aki nem mer, esetleg azt mondja, hogy még korai. Van, aki meg azt mondja, hogy most már minek ez a húzavona, most már jöjjünk és nézzük. Én is gondolkodtam pont ezen, hogy nem lenne jobb talán valami tényleg, valami nagyon hú, de azt hiszem, hogy ebbe lehet igazság, hogy talán jó időzítés, vagy a szerencse úgy húzta, hogy pont egy ilyen, hát hogy szokták ilyen hihetetlen banálisan, vagy ezt közhelyesen fogalmazni, sodró lendületű vígjátékkal újra jelentkeznünk. Hát én abban nagyon bízom, hogy ha lesz is meghökkenés, maga, ami itt történik, az annyira szerintem talán hihető és természetes, hogy itt történik, hogy egyszer csak el fog múlni esetleg az, hogy végül is a szavak, amiket hallok, azok pontosan mik és mire utalnak, és ugyanúgy fogom folyamatába hallgatni, és nem fog senki se leállni néhány másodperccel vagy perccel azon, Jézusom, mit mondtak itt ezek. De hát itt reménykeltő volt, hogy talán páran már ezért így ide dugták így a kis fejüket, így nézegették, és én úgy vettem észre, hogy így eléggé jól szórakoztak. A főpróba egy gyors próba folyamat végére tett pontot. Nagyon-nagyon kevés időnk volt rá. Tehát az a sejtés, hogy mikor és hogyan lehet játszani, az nem esett teljesen egybe azzal, ami végül is történt. Tehát mi azzal szembesültünk, hogy május 21-én szép nyugodtan elkezdtünk próbálni, és aztán egyszer csak kiderült, hogy ebből június 12-én lesz egy bemutatónk. És hát akárhogy is nézem, azért ez az átlagos próbaidőszaknak a fele. És ugye ehhez hozzájön még az, hogy valóban egy bő két hónapos leállás után mindenkinek egy kicsit vissza kellett érkeznie, nem csak a színészeknek, az egész épületnek valahogy nagyon magához kellett térnie, és hát azért ez okozott nehézséget, pláne azzal, hogy a munkának az egyik része pontosan az volt, hogy muszáj volt magunkkal megbeszélni közösen Jánossal, mindenkivel, hogy hogyan formáljuk ezt a szöveget és ezt az egész történetet olyanná, hogy akármilyen fura, hogy mindenki higgyen ezekben a sorsokban. Olyan erővel van ez a nagyon kacagtató és vidám vonal benne, de talán éppen azért remélem, mert minek sikerült ezeket az alakokat megteremteni, hogy az nem ment, tehát nem ment az csak így az olvasás alapján. Tehát néha hozzá is kellett, meg kellett segíteni egy kicsit, bizonyos szövegeket elhagyni, bizonyos szövegeket beletenni, és ebben elég rugalmasak voltunk, tehát még a mai napon is történt ilyen típusú változtatás, talán meg még fog is, de hát ezt gondolom, hogy ha előnyére válik az előadásnak, akkor ez benne van a pakliban. És a mögöttünk jövő? Senki nem jött. Honnan tudod? Figyelj már, használtál valaha egyáltalán visszapillantó tükröt, már úgy értem, hogy nem rúzsozni? Akkor meg miért nem vezettél te? Mit? Egy pingpong, sé, eszed nem vagy. Doktor úr! Na. Pszichológia. Nézd, milyen érdekes? Pszichológia. Na, itt legalább van valami más, nem tévedtem. Pszichológia. Jó helyen járunk, vagyis te biztos, hogy jó helyen jársz. Hoppá! Dr. Goldmark Ernő elmélkedés a ahogy az autószex
szólítás kultúrtörténete. Ez már szakkönyv a sportodról. Végtelenül humoros nyitó jelenet, ezt még láthatta a közönség pénteken, mielőtt lecsapott a vihar. A nyári színházi premier akkor végül elmaradt a szűnni nem akaró esőzés miatt, de ez csak ideig óráig állt a társulat útjába. A hétvége nem telt el premier nélkül. A nézők nagy örömére, mert a színházra mindig éhes közönséget a koronavírus a szokottnál is jobban kiéheztette. Akikkel én úgy beszélgetek, nem feltétlen a színházból, hanem máshonnan. Valamitől vannak néző ismerőseim is, és hát mindenki ki van éhezve arra, hogy nem csak arra, hogy kocsmába járjon, hanem arra is, hogy színházba. Egyáltalán, hogy a bezártságból valamilyen módon kiszabaduljon, és hát itt ugyan a távolságtartás ellenére azért mégiscsak valami fajta közösséggé alakulhatnak. Azt, ilyet még nem láttam, tehát azt nem tudom, hogy mennyire, tehát a nézőknek a fizikai közelsége is nagyon sokat tesz hozzá az előadás, meg a sokaságuk. És azért most, ha a színész lepillant a színpadra, azért nem fog teli nézőteret látni, hanem nagyjából egy negyed nézőteret, ami máskor a bukás érzetét kelti bennük, de most nem feltétlen fogja azt kelteni. Azt, hogy mit okoz a nézőkben, azt nem tudnám meg, ez az atomizálódás, azt nem tudom megmondani. És ez alatt nem a veszekedésre gondoltam. Nem szoktunk veszekedni. De szoktunk. Nem szoktunk veszekedni. Szoktunk. De miért mondod, hogy nem szoktunk? Mikor kezdtünk veszekedni? Nem veszekedni. Még veszekedhetek is, hiszen valahol ez a párterápia lényege. Na meg ugye a szex. Tehát az én szárnyaim alól úgy is úgy kerülnek majd ki, mint a galambok. Mint a nyulak. De a legfőbb igazság, ha egy házasság elenyészik, egy világ enyészik el. Egy világ? Atya úristen! Na de bocsánat, hogy így kötelező lesz, hogy mindenki előtté tereget? Kell félni a másik pártól. Város csoportterápiának éppen az a lényege, hogy megpróbálunk közösen rájönni a legnagyobb problémára, és aztán ezen problémákra megpróbálunk közösen jó kírt, hát hogy is mondjam, köpülni. Ezt mind van idegenek előtt? Hát csak ilyen családtagok, barátok, ismerősök előtt tilos, szigorúan tilos, illetve a párterápia ezt az ösvényt nem taposta ki. És kik lesznek a másik párok? Egy teljesen átlagos, hétköznapi szürke átlagpár, pont mint maguk, ők is beleugtak kicsit egymásba. Béka, mi nem utunk egymásba, jó? Nem, Zsula. Mi van? A francia rúdugrás Mohácsi István darabja, melyet Miskolcon Mohácsi János rendezett színpadra. Egy nagyon is komoly témát feszeget, de nem keseregve, szomorúan vagy drámain, hanem sokkal inkább humorral. A vígjáték műfőd inkább fogyaszthatóvá teszi el a dolgot. Tehát mondjuk, ezt már mondtam valakinek, de engem a Bergmannak a Persona című filmje riasztott el végleg a felől, hogy ennek a dolognak csak egyetlen oldala van, a kína szenvedés és a nyomorúság. Ez, aki életébe szerelmeskedett már, és volt szerelmes, és nem csak az aktusra figyelt, az tudja, hogy ezer arca van a szerelemnek, és ebből csak az egyik a fájdalom és a szenvedés. A többi az még egy megcsalásban is vannak vicces dolgok, még akkor is, hogyha mi akkor azt nem úgy éljük meg, de utólag elmesél, esetleg állati mókás sztorik lesznek belőle. De mi? Szerintem nincsen velünk semmi baj. Te is szeretsz, meg én is szeretlek. Hát tévedsz. Mi van, nem szeretsz? Dehogy nem, Ákoska, szeretlek. Mi, akkor én nem szeretlek? Tudom, hogy szeretsz. Tudom. Hát, én azt hittem, hogy ez egy ilyen laza mintvége lesz, értem? Nem, nem az. Pszichológus fog szórakoztatni, érted, mint máskor a bármixer vagy a krupi. Erre meg kiderül, hogy válni akarsz, homokosnak néznek, meg az a fő csapások, hogy a meg annyit nem tudsz kinyogni, hogy melyik volt a legkezdetben. Na jó? Zsuzsa, nézd! Tudod, az nálam férfiaknál ilyen reflex. Ilyen életfunkció. Olyan, mint nálad a cipővásárlás. Az egész muris volt így felkészülni, mert ez nem egy...
Nem az a fajta darab, amivel általában az ember találkozik. Ezek eléggé furcsa, különös figurák, illetve hát a probléma, amit boncolgatnak, az talán meghökkentő lehet, bár mindannyian foglalkozunk vele, csak nem napi szinten, meg szemérmesen, és hát igyekszünk a jó ízlés határain belül úgy megmutatni akár ezt a pszichiátert, akár ezt a két házaspárt, illetve a titkárnőt, hogy ezek emberek, ezek nem azért jönnek be, hogy vicceseket mondjanak, hanem sorsuk van, amit fel kell fejteni, problémáik vannak, és hát végül is ezek úgy oldódnak meg, hogy elég sok mindent, hogy mondjam így, le kell kaparniuk magukról a rájuk rakódott üledéket. Még a pszichiáternek is kijut egy ilyen apró szösszenet, úgyhogy mondom, a készülés az úgy komplexen volt, nagyon nehéz. Sokat szégyellősködtünk, meg sokat kuncogtunk, azt is talán a szégyellőségünk miatt, aztán úgy szépen lassan úgy elkezdett ez természetessé válni, és mondom, de hát a János egy fantasztikus karmester olyan szempontból, hogy bízom benne, és tudom is, hogy vigyázott ránk olyan szempontból, hogy ne legyen ez egy ilyen gatyaletolós mulatság. Nem is lett az. Szókimondó, csak 18 év felettieknek szóló történet lett a francia rúdugrás, amiben a szakemberben élő ember is felvillan. Az, ami itt történik, arra józan észre nem lehet számítani. Tehát nyilvánvaló, hogy egyszer csak így az események így valahogy nem a vezére lesz, hanem amit beindított, az már megy, mint a lavina, és hát abban ő is, mint egy ilyen, nem tudom, egy örvényben a paraba fadugó, így próbál így a felszínen maradni, aztán most sikerül, hol nem. Hagyj már abba! Ó, bocsánat! Nézzük, ott van itt egy szituáció, igen? Tövesszük a helyzetnek. Jó. Szóval, hát ugye ez van. De lehet, hogy valakinek célja van azzal, hogy maguk itt most együtt vannak egy helyen. Milyen valaki? Nagyon jó kérdés, Natali. Egy transzcendens principiumnak. Ezt lehet egy kicsit érthetőben tudni? Természetesen, édesáros. Tehát a gyengébe kerüljél egy felső hatalomnak. Én értem! Tényleg? Az ez. Egy magasabb rendű intelligencia. Úristen! Jó felé. Maga! De én azért ez túlzás. Maga egy zseni! Most is túlhoz, de hát azért jó esik. Köszönöm. Tehát lehet, hogy érdemes szembeszállni a csoportterápia alatt. Nem értitek! Ezért vagyunk itt így. Így hárman. Igen. Dok mindegy. Mert hogy így ismerjük egymást. Ja, akkor ez egy ilyen sok terápia. Az elmosta. Mi biztos, hogy maradunk? Maradunk? Halló! Jó, akkor mi is maradjunk? Én nekem mindegy. Jó, akkor maradunk. A Görög László által életre keltett Goldmark Ernő pszichológushoz elsőként Rát Zsuzsa és férje Roskovics Ákos érkezik meg. Zsuzsa unszolására megy párterápiára a férj is. A feleség egy nagyhangú, már-már agresszív nő benyomását kelti, valójában viszont ő nem ilyen. Alapvetően ez a lány vagy ez a nő nem így jön ide, tehát én szerintem ő egy nagyon kifinomult, törékeny, kultúrált, ahogyan ezt ő el is mondja magáról, de aztán ez az este, ez kihozza belőle ezt az állatot. Szóval, hogy én remélem, hogy ez a metamorfózis majd látszani fog az alakításban. Zsuzsa és Ákos kapcsolata mellé pedig hamar megérkezik Kati és Gyula házassága, ahol az erőviszonyok nem a klasszikus elképzelés szerint vannak jelen. Hülyén kapott tőled, nincs is szúnyog! Láttam, hárma! Igen, szerintem a Porséba hoztak! Na, nekem van a kesztyűdöttet, én biociklónunk kivonat, az tűnik ellen. Holiszti, te annyira figyelmes vagy, hülye kapni? Na, hogy nem bírtok ki más szúnyogot? Na. Hol lakunk? Ott. Na. Na. Ez az Ákos, ez a Roskovics Ákos, aki teljes életnagyságban ajtó! Ezt tűzni? Valami ilyennek vett neki a titanik. Zsuzsa a legjobb barátom felesége. Vannak köztük problémák, de nagyon szeretik egymást. Tudni, hogy ott megtart! Csomagtartóban!
van. De ne mondd már nekem, már mindent megnézem. De a csomagtartóban van. Jó, hozom én a biocitromfüvet. Akkor hozzad. Köszi, Gyuszi, édes vagy. Suszkulcs. A szókimondó kortárs darab természetesen a mai beszélt nyelven mesél a nézőknek szexualitásról, kapcsolatokról, és arról a bizonyos tűzről, ami ha kialszik, akkor viharokat hoz. De én a milyen vagyok, Tuszi. Minek bejárulni, amikor a házi munkát is megcsinálod te? Mi van, spároltatok? Nem. Tudom. Sluszkulcs? Nálad maradt a sluszkulcs? De lenne nálam a sluszkulcs? Ne bámulj, nálad van a sluszkulcs. Ja, tényleg. Nálam van. Tényleg. Sluszkulcs. Itt van persze, de hülye vagyok. Mi lenne nálam a sluszkulcs? Úristen! Úristen, majdnem lebuktunk! Úristen! Nézd, hogy remegek! Én szépen remegek! Meg letört a körmöm! Úristen! Ja, várja!